Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Jelajáz Mingrész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rászorulóknak gyűjtöttek a hivatal és egy cég felajánlása a Humán Szolgáltató Központ ügyfeleinek. Csomagosztás, több mint 300-an vehették át a város segítségét Bátaszéken. Kiskorú lányról készített intim videót, hosszú évekre börtönbe megy a visszaeső férfi. Karácsonyi étkek és népszokások, nem véletlen, hogy mákot, diót és halat eszünk. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ ügyfelei részére rendezett gyűjtést az önkormányzat. A dolgozók felajánlásaiból számos család részesülhet majd, a nagy összefogásnak köszönhetően sok ruhanemű, játék, elektronikai cikk gyűlt össze. Egy Szekszárd környéki cég felajánlása 10 tartós élelmiszercsomag volt. A Humán Szolgáltató Központ munkatársai már meg is kezdték a csomagok kiosztását a családok részére. Köszönöm szépen! A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ vezetője köszönte meg és vette át azokat az adományokat, melyeket a helyi polgármesteri hivatal dolgozói és egy vállalkozás közösen ajánlott föl a rászoruló családoknak. Toláczyné Varga Zsuzsanna azt mondja, az idén a legnagyobb igény az élelmiszerek iránt van, de a gyerekeknek fontos a karácsonyfa alá kerülő játék is. Megmondom őszintén, hogy nagyon nagy szükség van erre az összefogásra és erre a segítségre. Nagyon sokan vannak, akiknek ez a csomag és ez az ajándék jelent nagyon sokat, vagy szinte azt is mondhatom, hogy itt hirtelen a karácsonyi készülődésben óriási nagy segítséget jelent. Úgyhogy hálás köszönet mindig az adományozóknak, hogy gondolnak arra, hogy vannak olyan családok, akiknek erre szükségük van. A Szekszárdi Polgármesteri Hivatal munkatársai idén hagyományteremtő céllal szervezték meg a gyűjtést. A kezdeményezésben szinte mindenki részt vett. A polgármesteri hivatalon belül a polgármester úr kérésének megfelelően a hivatali dolgozók hoztak adományokat, gyűjtöttek a nagycsaládosok részére, amit a Humán Szolgáltató Központ fog majd a megfelelő helyre eljuttatni. A programhoz csatlakozó vállalkozás 10 családnak egyenként 20 000 forint értékű élelmiszercsomagot állított össze. A csomagban van alapvetőelmiszer, édesség, szalámi, szalonna, kis sonka, tehát minden, amit így föl tudnak használni karácsonykor, és ami boldogabbá szebbé tudja tenni az asztalt és az ünnepet. A csomagokat még szenteste előtt eljutatják a Humán Szolgáltató Központ munkatársai azoknak, akiknek gyűjtötték azokat. Védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel, jelentette ki Orbán Viktor a szerdai kormányinfon. A miniszterelnök kiemelte, 2023-ban is az lesz a legfontosabb Magyarország számára, hogy kimaradjon a háborúból, és hogy Magyarországon a gazdasági növekedés nem mínusz, hanem plusz legyen. Közölte, a kormány továbbá szeretné elérni, hogy a következő év végére egy számjegyűre zsugorodjon az infláció. A soron következő kormányülésen pedig várhatóan dönteni fog a kabinet arról, hogy a fiataloknak 25 éves korig járó adómentességét a gyermeket vállaló nők esetében 30 évre emeljék fel, mondta. Így fest a 23-as évünk, védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel, szuverenitás, szabadság, teljes foglalkoztatás és családok támogatása. A megye útjain egy halálos kimenetelű és 9 anyagi káros baleset történt. Tolna megyében az elmúlt napokban megnövekedett a tragédiával végződő balesetek száma. Kedden egy kerékpárját toló gyalogos nőt gázolt el a vonat Pincehelynél, aki olyan súlyosan sérült meg, hogy a helyszínen meghalt. Emellett ugyanezen a napon 9 anyagi káros baleset történt Tolna megye útjain, és az egyenruhások is számos olyan sofőrrel szemben intézkedtek, akik vezetés előtt alkoholt fogyasztottak. A nehezedő gazdasági helyzet ellenére sem engedte el a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők kezét Bátaszék. Az év során több segélyakciót szerveztek, elsősorban az ünnepek közelettével. Az adventben több mint 300 tartós élelmiszerekből álló csomagot osztottak szét a rászorulóknak. A 95%-a ugyanolyan a csomagoknak. Van benne sert és löncshús, van benne cérna megtért, zsír, tej, étolaj,
májas, van benne paradicsomszósz, illetve tömlös sajt is. A lehetőségekhez képest próbáltunk olyan csomagot összeállítani, amiből akár egy egyedülálló férfi is tud valamit kezdeni, mondta Mergül Pécsi Editta, Bátaszéki Gondozási Központ szakmai vezetője. Egy csomag értéke nagyjából 15 ezer forint, és ebből most 180-at raktak össze a központ munkatársai. Ez a 180 csomag azért nem fedi le teljes egészében a rászorulóknak a teljes névsorát, de sajnos vannak olyanok, akikkel nem állunk kapcsolatban, akik azért valahogy még az évek alatt még mindig úgy megbújnak, vagy például nem kérnek segítséget, és nem tudunk róluk. A listát a gondozási központ az intézmények és az iskolák bevonásával állította össze. A város bár a gazdasági körülményei nehezebbek, mint az elmúlt esztendőkben, folyamatos támogatást nyújtott a hátrányban vagy nehezebb életkörülmények között élő polgárainak. Mint egy 33 millió forintot fordított a város ebben az esztendőben szociális ellátásoknak a finanszírozására. Hát azt látjuk, hogy ennél többet is el lehetett volna költeni, mert egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a családok. A mostani ünnepre készülve közösségi befizetésből közel 600 ezer forint gyűlt össze, ezt egészítette ki a város annyival, hogy ma 180-an átvehették csomagjaikat. A jótékonysági akció ezzel nem ért véget, a következő napokban az érintett gyerekek a játék adományaikat kapják majd meg. A számítások szerint a karácsonyi előkészületek idején több mint 300 segélycsomaggal támogatta Bátaszék a hátrányban élőket. A minimálbér emelkedésével együtt nőnek januártól a családi támogatások összegei, közölte Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a közösségi oldalán. Hornung Ágnes arról írt, hogy a gyermekgondozási díj, azaz a GYED maximális összege bruttó 324.800 forintra nő. A diplomás GYED az alapképzésben résztvevő hallgatóknál bruttó 162.400 forintra. A mesterképzésben résztvevők esetében bruttó 207.480 forintra emelkedik. A gyermekek otthongondozási díja, vagyis a GYOD bruttó 232.000 forint lesz januártól, jelezte az államtitkár. Házi készítésű pornófilmmel tartott sakkban egy fiatalkorú szexádi lányt egy férfi. Korábban ők egy párt alkottak, a viszonyuk a szakítás után romlott meg. Az egykori barát most hosszú évekre börtönbe megy. Szakításuk után fordult korábbi barátnője ellen a decsi férfi. Évek óta együtt voltak, akkoriban a lány még kiskorúnak számított. Egyszer csak egy korábban felvett házi szexvideóval kezdte zsarolni, majd az otthonában is rendszeresen felkereste és zaklatni próbálta. Az intim felvételt közben meg is osztotta egy applikáció segítségével az egyik ismerősével. De olyan eset is akadt, hogy egyszerűen kirabolta a fiatal áldozatot, a telefonját vette el tőle. A most a vádlottak padjára került férfi nem csak a fiatalkorú szerelmét tartotta rettegésben, hanem a saját édesanyját is. A hajlottkorú asszonyt ütötte-vágta, eközben pedig rendszeresen járt különböző üzletekben lopni is. A szexádi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat több bűncselekményben is. A legsúlyosabb bűncselekmények ezek közül a gyermekpornográfia büntette, kapcsolati erőszak büntette, kényszerítés büntette, zaklatás büntette, illetve több rendbeli lopás büntette, illetve vétsége. Ezért a bíróság halmazati büntetést szabott ki, 3 év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat. A bíró súlyosító tényezőként értékelte, hogy a vádlott korábban már többször volt büntetve, például kábítószer birtoklásért és lopások miatt is. Azonban hosszú idejű börtönbüntetést ez idáig nem kapott, de ezek a büntetések, amelyeket korábban kapott, nem nyújtottak kellő visszatartó erőt, hogy a továbbiakban tartózkodjon bűncselekmények elkövetésétől, illetve az, hogy hosszú időn keresztül folytatta a cselekményeit, és nem mutatott megbánó magatartást. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett. Újra kinyit az új dombóvári posta. Ezt Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere jelentette be legutóbbi képviselőtestületi ülésük után. A város vezetése úgy döntött, hogy vállalja azokat a költségeket, amik biztosítják annak a feltételét, hogy a szolgáltatást újra igénybe vessék a lakosok. A nemrég bezárt posta így már január elején újra kinyitja kapuit. Ez egy 18 hónapos szerződés, ami azt jelenti, hogy 2024. június 30-áig ez a posta egész biztos, hogy fog működni. Nyilván az, hogy ennek mennyi az ára és miért ennyi az ára, ez azért némi aggodalomra ad okot,
hiszen aránytalan nagy költségeket ró az önkormányzatra, hiszen 22,4 millió forint plusz áfát kell megfizetnünk, ami, hogyha megnézzük, gyakorlatilag több mint havi 2 millió forintot fog kitenni. Novemberben 1%-kal bővült a használt autók belföldi piaca idehaza. Az előző hónapban belföldön 69.398 személygépkocsi cserélt gazdát, 1%-kal több, mint tavaly novemberben. Az emelkedést azzal magyarázták, hogy belföldi használt autót vesznek azok is, akik újat akartak volna, de hosszú volt a várólista. Külföldről szintén nehezebb a vásárlás a drágulás miatt, így a használt járművek importja is csökken. Ugyanakkor, hogy a csiphiány enyhülésével párhuzamosan enyhül a kínálathiány, tavasszal várhatóan már a kereslet is élénkebb lesz. Kiegyensúlyozottabb piacot jelez előre, hogy a használt autók drágulása október közepére megállt. Nem véletlen, hogy mákot, diót és halat is eszünk karácsonykor, és a disznóvágások ideje sem a hideg miatt esik erre az időszakra. Fuchs Márta, a Vosinszky-Mór megyei múzeum néprajzkutatója a népi szokásokról és a karácsonyi babonákról beszélt stábunknak. A karácsonyi ünnepkör egyik legkiemelkedőbb eseménye december 24-e, Ádám Éva napja, vagyis a bőved estéje. A hagyományok szerint ilyenkor ért véget a böjt, és a bőség vette át a helyét. Ehhez az időszakhoz egyébként még számos népszokás és tradíció kapcsolódik. Az egyik ilyen volt, amely az egyházi liturgiával függött össze, ez maga a böjt. Tulajdonképpen a 11-12. Századtól kezdődően tudjuk azt, hogy az advent 4 hetében egy nagyon szigorú böjtöt tartottak az emberek, tehát a szerdai, a pénteki napon hústól és tejtermékektől is távol tartották magukat, ugyanez vonatkozott a szombati napra is. Bűnbánati időszak is volt, nem lehetett lakodalmakat vagy nagy mulatságokat tartani, ezt a csöndet csak a disznóvágások zaja törte meg. December 24-én a délután folyamán az emberek általában még böjtételt fogyasztottak, vagyis diót, almát, mákos dolgokat ettek. Az éjféli mise után lehetett gazdagabb, zsírosabb ételekre áttérni. Tehát előkerült a hurka, kolbász, a kocsonya is. Innentől kezdve már a bőség jellemezte a karácsonyi asztalt. Egyébként minden ételnek megvolt a maga jelentése is. Ugyancsak a karácsonyi asztalon megjelenő kezdetben, tehát a böjti ételeknél még 24-ig a sokasságot, a szaporodást megjelenítő ételek, tehát ez nem csak szilveszterkor volt ennek jelentősége, itt karácsonyi étkezésnél is, mint a mák, mint a lencse, a borsó, ugyancsak a halnak a pikkelyei, tehát nem véletlenül kerül be a hal a karácsonyi böjti ételek közé. A hal pikkelye az, mint a hal pénz, az megint csak a gazdagságú jelképezte. Néphagyomány volt régen az is, hogy háztartási és mezőgazdasági eszközöket, szénát és szalmát tettek a karácsonyi asztal alá, hogy így segítsék a következő év termését és az eszközök hasznosságát. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Újabb 30 fát ültettek Pécsen, már 87 fa került a földbe 10 helyi iskolában. Fényvonat a Balatonnál, különleges szerelvények szállítják az utasokat. Jézus születését jelenítették meg, több százan vettek részt az adventi programban Pécsen. Harminc fa került a földbe a pécsi Apácai Csere János iskola udvarán. A növényeket az intézmény tanulói segítették elültetni. Egy farost lemez gyártó cég felajánlásának köszönhetően az elmúlt napokban 10 pécsi iskola összesen 87 növényel gazdagodott. Lapátokért, ásókért indulnak ezek a pécsi gyerekek. Nem véletlenül, hiszen az Apácai Csere János iskola udvarán készülnek fákat ültetni. A megfelelő szerszámok kiválasztása után neki is láttak a diákok a 30 csemete elültetéséhez. Az elmúlt napokban egyébként 10 pécsi iskola udvarán összesen 87 növény került a földbe, mondta az eseményen a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Őri László kiemelte, hogy növelnünk kell a zöld felületek arányát, különösen a nagyvárosokban, a sűrűn lakott városrészekben. Ezért különösen fontos, hogy egy jelentős baranyai, mohácsi faroslemez gyártással foglalkozó céggel együttműködésben Baranya szerte, Pécs szerte,
több száz fát fogunk tudni elültetni, amelyből most több mint 30-at Baranya megye legsűrűbben lapott városrészében, a több mint 55 ezer pécsi által lakott kertvárosban ültethettünk el. Így az ünnepek előtt ez a helyszín a szívemnek különösen is kedves, hiszen egykori alma máterem falait jelentik, a nevelési központ falai, ennek az agóráján több ezer, több tízezer gyermek nevelkedett fel velem együtt, és most elültetett fák abban bízom, hogy a következő években is hűsítő árnyékot fognak nyújtani a fiataloknak, a gyerekeknek. Az elmúlt években mindannyian tapasztalhattuk, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb, tette hozzá az elnök. A rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék villámárvizekhez vezet, de a rendkívüli szárazság is problémákat okoz, ami idén kijutott hazánknak, így Baranyának is. Amit tehetünk, hangsúlyozza Őri László, az az, hogy meghalljuk a klímakutatók, szakemberek tanácsát és tudatosan élünk. Emellett, amikor fát ültetünk, akkor a jövőbe is fektetünk, hiszen minden fa hozzájárul ahhoz, hogy jobb legyen a város levegője. Mesebeli fényvonat közlekedik a Balatonnál. A Balaton-Fenyvesi kisvasút vonalán naponta többször járnak a feldíszített szerelvények Fenyves és Csisztafürdő között. Személyvonat érkezik az első vágányra, Somogyszentpálról. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Nagy feltűnést keltenek a fényvonatok a Balaton-Fenyvesi gazdasági vasútvonalán. Hétvégén a fenyvesi állomáson is sokan várták a szerelvények beérkezését. Jaj, nagyon szép! Integes! A MÁV munkatársai fényfűzérekkel díszítették fel a vonatokat, amelyek így ünnepi díszben december 6-a óta naponta többször közlekednek Balaton-Fenyves és Csisztafürdő között. A fényvonat hírére pedig sokan érkeztek az elmúlt napokban is az állomásokra. Keszthelyből jöttünk, direkt azért jöttünk ki, mert olvastuk ezt a fényvonatot az unokámmal, meg a barátnőmmel, és nagyon-nagyon tetszett. A fényvonatozás más dél-balatoni karácsonyi programmal is összekapcsolható. A Csisztai fürdő télen is nyitva tart, így a termálvizes fürdőzés is kipróbálható, de más környékbeli látványosság is kikapcsolódást kínálhat az év utolsó napjaiban. Vörsön voltunk a Betlehembe, és maradt még szabad időnk, így eljöttünk vonatozni. Milyen volt? Nagyon jó élmény volt. A fényvonatok január 3-áig közlekednek, így feldíszítve Balatonfenyves és Csisztafürdő között. Az angyali üdvözletet, József álmát és a kisdedi Jézus születését jelenítették meg jelmezbe öltözött fiatalok, akik énekszóval, zenei kísérettel Szamárháton indultak útra, hogy szállást keressenek a Szent Család számára december 18-án Pécs belvárosában. A menethez több százan csatlakoztak, köztük gyermekek, fiatalok és idősebbek, akik idén karácsonykor is szállást adnak szívükben a kisdedi Jézus Mária és József számára. A Szállást keres a Szent Család című adventi ájtatosságban a júdeai Betlehemben szállást kereső Mária és József alakja elevenedett meg szereplők segítségével. Pécsről, Bonyhádról, különböző településekről érkeztek látogatók, hogy részt vegyenek a programban. Nagyon szeretjük a Szent Családot, és annak a példáját szeretnénk követni, és őt elkísérjük most ezen az úton, de az újságból tudtuk meg, és azért jöttünk el a családdal, unokákkal. Mi a templomi közösségen belül elvégezzük a szálláskeres a Szent Család ájtatosságot, ezt a népi ájtatosságot, és akkor úgy gondoltuk, hogy annak megkoronázása képpen akkor legalább így lélekben és fizikailag is akkor kapcsolódunk a Szent Családnak a szálláskeresési programjához. Ének szóval, zenei kísérettel Szamárháton tette meg több száz ember, gyerek, fiatal és idős a három helyszínes utat Pécsen. A Székesegyház előtt a Ferences templomnál és a Széchenyi téren voltak az állomások. A menet a Magtár látogatóközponttól Felföldi László megyés püspök kíséretével indult útnak. A lényeg az lelkitörténés. Az első lelkitörténést idézzük meg, amikor Mária, József elindulnak, a pásztorok mennek, a bölcsek jönnek, tehát valahol mozgás van az egészben, de a lelki
mozgásunk is legyen meg, a lelki találkozásunk Istennel, önmagunkkal és természetesen egymással. A séta során a Szentírásból idéztek részleteket a Krisztus születése éjszakáján történtekről. A zenés áltatosságot 2021-ben rendezte meg első alkalommal hagyományteremtő céllal a Pécsi Egyházmegye, a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség és Pécsváros önkormányzata. Száraz és nedves tápok, faépítőanyagok, játékok, plédek is voltak abban az adományban, amelyet Somogy megyei erdészeti dolgozók gyűjtöttek a kaposvári kutyatár javára. A menhely munkatársai örültek a segítségnek, hiszen naponta 100 kiló száraz táp kell a mentett kutyák ellátásához. 240 különböző korú, méretű kutya várja az álomgazdit a kaposvári kutyatár telephelyén. Nekik és az őket ellátóknak nagy segítség a mindennapokban az ilyen adomány. Nagyon örülök mindig, amikor cégek jelentkeznek, hogy szeretnék támogatni a bármely civil egyesület munkáját egyébként, és amikor a SEFAG megkeresett bennünket, pár munkatársuk, amit egyébként igazgató úr támogatott, amit köszönünk szépen, akkor szintén nagyon örültünk, hiszen egyrészt példaértékű, másrészt pedig számunkra nélkülözhetetlenek ezek a támogatások, mert mint civil szervezet egyértelmű, hogy ilyen olyan támogatásból tudunk csak létezni. A létszám miatt hihetetlen magasak a költségeink, és ez a bejövő egyéb források nélkül nem tudnánk előteremteni. Az erdészeti kollektíva nem először segít civil egyesületeknek vagy nehéz helyzetbe került családoknak. Az sem volt kérdés, hogy a menhelyi kutyák ellátásában is segítséget nyújtanak. Nem csak nélkülöző emberek vannak a környezetünkben, hanem nélkülöző állatok is, mint ahogy itt látható a menhelyen is mennyi nélkülöző rossz állat él, és kollégáim, munkatársaim között nagyon sokan vannak, vagyunk állatszerető emberek, és úgy gondoltuk, hogy itt karácsony közelettével egy kicsit könnyítünk a nehéz helyzetben élő állatokon is. A rengeteg kóborkutya ellátása évről évre egyre nagyobb kihívás elé állítja az állatvédőket. Szerintük az állatvédelmi törvény szigorú betartatásával, illetve a kötelező ivartalanítással lehetne visszaszorítani mind a macska, mind a kutya populációt. Ezt már rég kötelezővé kellett volna tenni ugye bizonyos szabályzásokkal, de hát ez nincsen. Senki nem ellenőrzi, senki nem bünteti. Olyan irdatlan mennyiségű kutya születik meg évente, ami elképzelhetetlen. Ez tényleg nem. És hogyha az állatvédők bedőlnek, akkor nem nagyon tudom egyelőre így, illetve tudom vizionálni a problémát, ugyanaz lesz, mint Romániában. Tehát amit már nem tudnak állatvédők benyelni, azok a kutyák akkor is létezni fognak, és falkástól elvadulva, egymás között szaporodva fognak megjelenni valahol, amire nem tudjuk a megoldást, hogy mi lesz. Az állatvédők azt kérik a kutyatartóktól, hogy felelősségteljesen gondoskodjanak házi kedvenceikről. Akik pedig most szeretnének négylábú barátot, gondolják végig anyagi lehetőségeiket, napi rutinjukat, hogy milyen helyet, életet tudnak biztosítani annak az élőlénynek, aki hosszú évekig a társuk lehet. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Rászorulóknak gyűjtöttek a hivatal és egy cég felajánlása a Humán Szolgáltató Központ ügyfeleinek. Csomagosztás, több mint 300-an vehették át a város segítségét Bátaszéken. Kiskorú lányról készített intim videót, hosszú évekre börtönbe megy a visszaeső férfi. Karácsonyi étkek és népszokások, nem véletlen, hogy mákot, diót és halat eszünk. Csütörtökön általában borongós idő várható, az előrejelzések szerint délelőtt nem fog esni, délután viszont helyenként előfordulhatnak záporok. Tovább enyhül az idő, mérsékelt déli szél lesz jellemző. Éjszaka átmenetileg elvékonyodik, majd reggelre újból megvastagszik a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!